Hogy van a hangja, kedves Tatler? Hangadó. Influencer. Hát a múlt héten influencer voltam, mert olyan influenzám volt, hogy jaj. Befolyásos lett-e? Kizárásos alapon, ugye? Kedves hallgatóink, ez az Ártott 132. adásának a 12. újrakezdése. A mikrofonnál a mikrofonnál. Ezt nem mondtam. Ezt én szoktam mondani. Kit érdekel? Lars Stottler. És Benedikt Waldorf. Amíg oda voltál, egy csomó remek űrhír keletkezett. Ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy lett Netflixen. Be kellett tölteni az űrt. Amit hagytál mi. Ezen túl csak Úgy. Mr. Vákumnak hívlak. Szóval, lett Netflixen, és elkezdtem nézni az űrhadosztályt, mert azt annyiszor emlegetted tavaly és valószínűleg ezen felbuzdulva ezt meglátták a szolgáltatók, és gyorsan mindenki adott ki Space Race-hez kapcsolódó hírt. Például itt van elsőnek, hogy emlékszel az űrparitjára? Tudod, az a rohadt nagy centrifuga, ami egy adott kiáraton így kilövi a cuccokat. Persze, próbáltuk mi is. A hajdu centrifuga, amikor oldalra dőlt, akkor így tuf, az random dobálta ki a dolgokat. Hoppá! Most megvan földrajzom, mit mulasztottam. Értem végre, hogy keletkezett a tuffa. Úgy. Jött a vulkán, és így tuff, lepottyant. Ez egy hangutánzó szó a tuffa, nem tudtad? <túf> Jaj, nem olyan tufatlan vagy. Naki aki tufát mond, az mondjon tufbét is. Egyébként, ha az USA ennyire jó, akkor miért lett USB? Ha már tartunk. Éh. ott tartottam, tehát. A gondolatmenet. Vagy az űrpalitját, annak mi is a neve? Spin launch. Igen. Tavaly ugye bemutatták, többször is beszéltünk már róla, hogy egyébként jó pofának tűnő ötlet, bár egyelőre inkább csak artistákat, mint igazi űrhajósokat merdénk kilőni vele. Különben teszem hozzá az űrhajós kiképzésben is van ez a gr próba, csak ez egy ilyen nyitott vég, hogy amikor máskor elájul, akkor itt kilövik. És kiúzanodik, mire odaér. Hát majd becsapódik, nem? Hát meglátjuk. Nem, nem, nem szeretném, hogyha csalódott lenne egyébként. Szóval a NASA, képzeld el, leszerzőt ennek a spin launchnak egy igazi, normál méretű verziójának a megépítésére. A szerkezet maga egy icipicivel lesz nagyobb magasságát tekintve, mint a New Yorki Szabadságszobor, ugye 51 méter, és mivel ugye egy kör alakú formátumra épül, ezért a szélessége sem lesz ennél sokkal kisebb. Egy ilyen jóképű tízemeletes tömbház sor lesz a teljes mérete. Egyelőre még csak kísérleti jelleggel próbálják ki, mert le akarják tesztelni, hogy tényleg tudja-e az elméleti 5000 mérföld per órás sebességet produkálni a csomagkilövéshez. Az 8000 km per óra. Elsőre nagyon soknak tűnik, de ez azért az űrhajóknál is megvan. Ez is valami vákumba felgyorsított, ugye? A... Nagyon, igen. Úgyhogy uh -huh. képzeld el, ezt meg fogják építeni a valóságban. Hát figyelj. Figyelj, ha űrhasználatra nem lesz jó, tudod mi helyet lehet még? Globális csomagküldésre. Földobod, aztán megfelelő helyre leesik? Hát, mint a koreai rakétek, azt is mindig csak föllövik. Az úgy van egyébként, hogy úgy esik mindig a japán tengerbe, hogy valójában csak föllövik pont fölfelé, és közben annyit fordul a föld, mire visszapotja, hogy tőlük 400 km-re vissza. Uh -huh, uh -huh. Az meg volt? Amúgy, hogy a tavaly, tavaly előtti kísérleteknél többször is elérték a 6-650 es magasságot a rakéteik? Hmm. Az Frankon, a zűrállomás fölötti nem légtér, nem tudom mi az ott. Lég, Légmentes tér. Igen, 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 és onnan esik vissza. Őr. Ah, csak hogy nagyon érdekes, hogy úgy szoktak rá hivatkozni, hogy addig a magasságig elér, de valójában oda belőtték a műholdak közé, és akkor visszaesett a rakétájuk a tengerbe. Ez ilyen egész fura így belegondolni, hogy oda kilőtték egy kísérleti jellege. Uh -huh. Szóval amúgy ne lepődjél meg, hogyha találkozol koreai űrhajóval előbb Uta. Ezek szerint ők el tudnak odáig túzlizni. Mármint, ha én találkozok egy koreai űrhajóval, akkor nagyon meglepődök, mert azért... Akkor azért lepődjél meg. Lássuk be, hogy nem szokott szembe jönni itt zuglóban az utcán. Mondjuk, ha belemegy a szemedbe, akkor mindegy. Ugye olyan, mint a villamos. Aha. Jó, hát ezt engedték megépíteni, de nem mindent engedtek mostanában megépíteni. Képzeld el, Puh! Mit képzeljek, mesélj! Az amerikai hadsereg utászai elutálják. Mély utász. Tehát az amerikai utászok Army úgy döntöttek, hogy nem engedélyezik a SpaceX-nek a Starbase bővítését újabb ilyen kis landing podokkal, mert hogy az nem felelt meg a helyi vízrajzi szabályoknak? Hát ilyen környezetvédelmi előírásoknak. Uh -huh. Nem adták be a megfelelő kiegészítéseket egyébként, mert jó két éve igényelték a SpaceX-nél a bokacsikai telepnek valami 17 hektáros bővítésére vonatkozóan az engedélyt. Építettek volna több új kilövőállást meg egyéb létesítményeket, és egy jó hosszas procedúra során kértek tőlük mindenféle kiegészítő terveket arra, hogy mondjuk a talajvizet, meg a környező élővilágot hogyan fogják megvédeni. Ezeket nem sikerült időre benyújtani, majd kicsit később sem, és akkor egyébként szerintem teljesen jogosan döntött úgy az illetékes hatóság, hogy srácok, hogyha nem tudjátok teljesíteni a feltételeket, már a dokumentációk szintje sem, akkor bocs, nem adunk engedélyt. Ez önmagában én azt gondolom, hogy egy felrejárás. Igen, ugyanakkor elképzelhető, hogy azért van, mert hogy úgy gondolták már, hogy ők átállnak az új űrcsúzlira. Mármint, hogy a hadsereg? Aha. Hát vagy átállnak az egyéb kereskedelmi dolgokra, egy kicsit megnehezítjük nekik is a pályát. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a SpaceX mindenféle eljárásjogi okokból nem tud bővülni Bokacsikába, de... Akkor majd megy máshova. Akkor igen. Akkor fogja bokafogás, aztán megy máshova. Így van. Kíváncsi vagyok, hogy erre mi lesz a reakciója. Tehát, hogyha Tesla gyárat tudtak építeni a világ lassan minden pontján, akkor mi fogja őket megakadályozni abban, hogy legyen SpaceX központ is Sánkhájban mondjuk? Sánkháj. Maradjunk például Mexikóban, Hortobágyon. Uh -huh. Én mondjuk szeretem a sült szürke marhát. Most uh -huh. 17 hektárt most ott kihasítani, az nem olyan nagy dolog. Nagy dolog. Az nem ott van. Ajánjuk hmm. Ajánljuk föl. Igen, igen, és akkor. Úgyis most az autógyártás kicsit bugdácsol a magyar űrhajó. Ja, nem autó. Magyar de a magyar űrhajóst. Persze. repülő. Hát az rá. meg egyébként is lesz 2030-ra, az meg ugye pont a Mars és jó lesz. Rökössük össze, szerintem ajánljuk föl. Így, így, így. Biztos találunk valahol elfekvő, legyen 20 hektár, mert tudunk akkor többet is adni már. Ja, hogy akkor dobjunk rá egy kicsit. Uh -huh. Egyébként valami látványos helyre tenném, így Somogy megyébe, ahol a Balcsiról sokan látják a Balaton felvidékről. Hát ugye nyugatira, és akkor a Balcsiról látod. Az is jó lehet. Csak új, úgy. úgyis új rendezési tervet hoztak be. De menjünk is tovább. Vannak olyan óceán környéki országok, ahol biztos, hogy sokkal egyszerűbb környezetvédelmi megfelelőséget biztosítani. Most például, ha haza menne a Dél-Afrikába. Hát vagy ugye van az a pénz, amiért egy kicsit a körülmények enyhébbek valahol. Mm -hmm. Valószínűleg a SpaceX öl is annyit a projektbe, hogy ez így működjön. Mondtam már, hogy milyen jó lenne az a föld? Jó, csökkentettem. Úgy gondoltam volna rá. Most indul egyébként a következő publikus SpaceX űrhajó, amin, amin fizetett turisták lesznek. Épp a héten hajóra emlékszem. Meket hát emellett még amiből ők remekül megélnek, az az, hogy a NASA-nak biztosítanak mindenféle szállítókapacitásokat műholdak feljuttatásához. Viszont itt Tök nagy már a verseny. Nem csak a nasa publikusan elérhető a szállítási kapacitásuk. Bárki, aki föl akar vinni egy műholdat, az beregisztrálhat rá. Így van. Na jó, nem igaz. Nem bárki. Akinek van három fillérje. Nem csak. A konkurenciának nem szállítanak. Mert hogy az Amazon 83 kilövést kötött le a következő időszakra. Ja, 83 publikus járatot, hogy följuttassák a kuiper... Kuiper-t. kuiper a saját űr internet hálózatukat, ami terv szerint 3236 darab műholdból fog állni, plusz gondolom ott lesz még egy ilyen 10%-os kontingencia, mert hmm. néhányat még föl kell vinni, mert leesik elromlik, romlik, ellopják. De ha jól értem, akkor a Blue Originnek igazából nincsen kapacitása ennek a följutatására. Na igen, ez történt, hogy valami rejtélyes módon nem maga viszi, hanem illetve hát de részben maga viszi, mert a newland t rendeltek a Blue Origin-től 12 járatot, de rendeltek 18 darab Ariane 6-ot, 38 Vulcán úrt, és mindenfélét, amit így össze lehetett fázi gubizni a piacon. Állítólag 10 milliárd dolláros nagyságrendben kötöttek le űrkilövéseket, vagy hát űrszállító kapacitást. Szállítmányos. Ami azért egy szabad <coughs> szemmel jól látható összeg, mondjuk elkötelezettnek őket a projekt mellett. És a következő két-három évben szeretnék ők is beröffenteni az űr internet szolgáltatást, mert most már láthatóan nagyon egyedül maradt a Starlink ezzel, ezen a piacon, és neki ráadásul be is jött a buli. És ott működik is, igen. Igen, igen, igen. Sietniük kell, hogy utolérjék. Tehát most uh, le vannak maradva egy két évvel körülbelül? Több az. Hát a Starlink az most jár már 2000 műhold fölött. Amikor elkezdtük az ártasztályt, már akkor elkezdték akkor volt már. Az első csomagokat tukrat. igen, akkor igen. ülték. Hát akkor két és fél évvel vannak nem de te azt hittem, hogy több egyébként. Most, hogy így mondod. Hmm. Igen, viszont ugye az a különbség, hogy ez viszont már üzemben is van, és azért ez a két év, ez kritikusabb. Vagy azt mondom, hogy így már kritikusabb, mindegy is, hogy mennyi idő, mert a másiknak folyamatosan gyűlik a pénze, amíg ez még öli bele. Az úgy már más. Azért tudjuk, hogy valószínűleg nem lesz harmadik szereplő, aki ebbe belelép. Ebbe csapdába? Ebbe a fejlesztési fázisba. Vagy két év múlva megint jön valaki? Volt egyébként még egy-két ötlet arra, hogy ki csinálna még ilyet. Volt már azért, aki próbálkozott, és csúnyán bele is tört a bicskája. Igen, a virgin is volt valami hasonló ötlete. Hát az Iridium is. Ha belegondolsz, van kint néhány száz hivatalos meteorológiai, meg uh, tudományos műhold. Nagyjából ugyanilyen mennyiségben valószínűleg van kint titkos katonai műhold. Emellett most már van fönn jó 2000 Starlink műhold, ami internetet ad. Összesen ezek lesznek 20 ezeren, a nagyságrendet érezze az előző tudományos szempontok mellett. Ehhez még oda kilövünk 3000 pár száz kujpert, de lesz ott remek kis forgalom. Tudod, mi kéne oda? Mint csillag az égen. Mint csillag az égen, de tudod, mi kéne oda igazából? Ö, egy csomó jelzőlámpa. Kressz. Igen. Igen. Tehát a közlekedési rendszabályokat be kéne vezetni az űrbe is, és ennek szerintem nem ártana, hogyha lenne valamilyen kontrollja, és itt jön a képbe... Kresz kontroll. Az a testület, akiket említettél, a Space Force. Tudod, hogy hívják a Space Force-nak a tagjait? Ő űrbakek. Space Force Guardians. Így. Űrtestület űrerőrzői Űrerő Ah, úgy. Hát. Ürőr. Őisten. Ja, ez magukra veszik. Nem szabad ilyet mondani. Ők is felismerték ezt a problémát, hogy nagyon-nagyon sok az a konstelláció, amit már figyelni kell, és erre nem elegendő az, hogy fejjel meg papíron próbálják követgetni, és készítettek egy úgynevezett Digitális iker, űrikret. Ürikre. Űrikret, digital twin. Olyan számítógépes modellt, amiben az összes regionális űr jelenséget egyszerre vizsgálják és modellezik, ami tökéletes arra, hogy különböző harctéri szimulációkat futassanak az űrbe. Hát vagy simán egyszerűen azt szimulálják, hogy ha adott pályán mozog egy üreszköz, legyen az műhold vagy űrállomás, akkor neki megy a véletlen valaminek, akár fellövés, akár pályamódosítás közben. Ugye eredetleg békés célokra készül minden ilyen, de legalábbis van egy ilyen magyarázata. Az megvan, hogy melyik cég csinálja ennek a modelljét. Na melyik? A Slingshot Laboratories. A parítja Laboratórium, tehát lehet, hogy itt a centrifugálval van valami összefüggés? Aha, megágyaznak aznak saját maguknak, hogy amikor kilövik a kis csomagocskáikat véletlen akkor ne találjanak el semmit sem, uh -huh, de, amit uh -huh, nem muszál. Vagy Sok, amit kell. Hmm. Azt akarod ezzel sugalni, hogy ez a pazinai centrifugális paritja az valójában nem más, uh -huh. mint egy űrfegyver? Űrágyú. Egy föld, űr rakéta kilövő. Uh -huh. az egy ballisztikus. Lehet, hogy mégiscsak nem a szeretett csomagokat lehet akkor a családoktól küldeni az űrállomásra. Pedig az is vicces lett volna, nem? Karácsonykor egy sült pulyka ott van, még meleg. Jó, becsomagolják, múltkor megbeszéltük, hogy lehet ilyen tintahabőr utánzat csomagolóanyagot gyártani. Megsütöd De háladáskor a pulykát, és még melegen felcsúszlizod az űrállomásra, ott dokkolják és megeszik. Na? Uh -huh. Eszembe jut az a Mythbusters epizód, amikor a, azt a legendát járták körül, hogy a légierő Csirke ágyúját. Igen, igen, megbe, igen, fagyasztott csirkével. És fagyasztott, véletlen elfelejtették kiolasztani a csirkét, és nem értették, hogy miért a, ment át a teljes repülőgépen a csirke. Igen. Hmm. Mert ugye azt figyelték, hogy ha a repülő orrának ütközik egy madár, akkor az milyen kárt okoz, és kiderült, hogy ha megvan fagyva a madár, akkor a keleténél nagyobbat. Hmm. Na no, tehát, ott tartottunk, hogy tehát akkor modellezték a fölöttünk lévő pár száz kilométeres légteret. Most így egyszerűsítsük le a világot, mert különben nem fogok tudni szavakat találni hozzá, és az abban mozgó összes tárgyat akkor tehát ebben benne vannak az internetműholdak, a tudományosok, meg azok, amiket elvileg nem is tudunk, ugye? Hát, amit megfigyeltek, igen. Tudod mire is jó? Még marketing szempontból azt is lehetne mondani, hogy ha tudod, hogy érkezik valami a Föld felé, egy aszteroida, vagy valami, akkor innentől, hogyha ismered annak a pályáját, akkor ezeket az eszközöket lehet megfelelően modellezni, hogy hogy ütközzenek, mm -hmm. tudod, mint a Curling pályán, hogy jó irányba pattanjon az aszteroida, vagy ha elég kicsi, akkor hogy nyissunk neki egy kis lyukat, hogy aztán el tudjon égni a légtérben. De mm -hmm. akkor végre ilyet is lehet, vagy csinálni, így kollektíven összerendezve. De nincs ilyen az, hogy véletlenül eltalálta. Aha. Hát vagy személygyűjtés, vagy pedig ilyen tudatosan oda halmozol 8-10 műholdat az útjába, és akkor bízunk benne, hogy elpattam valamire. Mm. Innentől ezt is meg lehet csinálni. Meg hát persze igen, akkor az űrparitjához is sokkal könnyebb lesz megtervezni, hogy mikor és merre kell lőni ahhoz, hogy a kéretlen kémműholdat már amennyiben létezik kért kémműhold is. Ezt még meggondolom. Könnyebb legyen vele lelőni egy sőpújkával, vagy fagyott csirkével. Ugye? Na, ez a lényeg, hogy, hogy innentől még ezt is tudják modellezni. Már csak az a kérdés, hogy a szárnyát vagy a combját. Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. Mi, mi volt a kérdés? Hát a csirkének. <hography> értem, értem. Különben én bowlingó jó csinálnám, Amerikában abban van egy csomó. Aha. És akkor ugye a, a, földön meg a tudósok így, ilyen kis kis Igen, hogy... igen, Kilenc <misa> borult vagy. Ja, ja. Na ez most egy teljes sztrájk. Jaj, nem, sztrájkot nem. strike Amazon kapcsán ilyet ne és véletlen se. Az ott eleve is tilos azt hallottad, jut eszembe, hogy az amazonosoknak van belső alkalmazása, ami ilyen chat alkalmazás, mint máshol a Teams, vagy a Skype, vagy Yammer, amit bevezettek, de az Amazonnak természetesen ebből is saját van, mondjuk arra néhány százezer felhasználóra már érdemes volt egy sajátot képíteni, de ezek a fránya dolgozók elégedetlenek azokkal a spártai körülményekkel, amik között dolgozniuk kell, ugye sokszor emlegettük már, hogy a munkaidő annyira szerves része a pési szünet, hogy konkrétan logolni kell, és nagyon korlátozott ideig tart még az is. <laughs> és ezeknek a megveszekedett Amazon munkásoknak továbbra is ott van az az igénye, hogy ők szakszervezetekbe tömörüljenek. Amit ugye az Amazon eddig egészen jól elkerült, most április elején tört meg a jég, megalakult az első szakszervezet az Amazon Staten Islandi raktárában, és hát ugye félő, hogy akkor ezzel most így kinyílt Pandora szelencéje. A Vá -vá nem egy börtön van még ezen kívül? Csak úgy eszembe jutott. E, bocsánatot kérek, miért gondolt, hogy ez két külön létesítmény? Ugye a körülményeket egybevetve nekem megfelel a Na, a kérdés az az volt, hogy egy börtön vagy kettő? Hát és mi van, hogyha egy csíkosban dolgoznak? Ö, narancssárgában, csikosban nálunk vannak. Igen, a, a csíkos az nem lenne rossz, mert akkor könnyebb lenne leolvasni a vonalkódjukat. Ja, hm. Na, szóval, képzeld el, hogy a belső chat alkalmazásukban valamilyen nagyon okos embernek az jutott eszébe, hogy megtiltják az összes negatív fenyegető kifejezés használatát, amik a cég cégvezetés becsmérlésére jók, vagy ne adj Isten a munkakörülmények revaló panaszkodása, vagy még úristen a szakszervezethez kapcsolható kifejezések. Be van tiltva az olyan kifejezés, mint az I hate, a union, a threat, a trash, a, te még a vaccine is basszus, most látom. Ethics. Az ethics, igen, pontot tartottam. Diversity, injustice, Lering. petition, ez mind van tétve, de még a robots is. Ezeket a szavakat egész egyszerűen nem lehet leírni. Nem hagyja az alkalmazás. Én ezt nem, nem, nem értem, hogy ezt miért így csinálták. Tehát igazából sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha azt mondják, hogy igen, természetesen ugye a céges üzenő alkalmazást nem használhatod személyes célokra, de ha használod, akkor nyilván nem mint cég alkalmazott, hanem mint magánszemély teszed, tehát a saját idődben, abban a pillanatban, hogyha ilyen szavakat érzékel, abban a pillanatban annak a munkanakját á, ki, kinyomják. Az is jó. M minden esetre, ami nekem nagyon fura, hogy most akkor így kitaláltunk 50, 100, 200, 800, tök mindegy hány szót, amit nem lehet leírni. Kinek pattant ez ki a fejéből? Mert hogy egyrészt ott vannak a szinonimek, érdekelne, hogy akkor egy AI szűre szinonimekra, másrészt ott van a virágnyelv, amit valószínűleg egy átlagos amerikai is azért előbb-utóbb el tud sajátítani, tehát meg tudja jegyezni, hogy ha azt mondja, hogy CEO, akkor az valójában csak annyit jelent, hogy idióta, mondjuk, ugye, csak így el kell terjeszteni a köszönben. Arról nem is beszélve, hogy ott vannak az idegen nyelvek. Amiből azért akad néhány ezer. A világ szavát nem fogod tudni kontrollálni és letiltani, ha csak nem egy AI a szövegkörnyezetből fogja kitalálni, hogy miről van szó. Sejthető, hogy ugyanez spanyol is le lesz írtva. in English. in <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> English. De magyarul, színűszpen is. Én azért nem vagyok benne. A világ összes nyelvén. Google translate tel nézik, hogy benne van -e ez még valamelyik nyelven. Nem vagyok benne biztos, hogy az amerikaiaknak a fizetésemelés szóval nem gyűlne meg a gondjuk, meg például. Szerencsére egyébként ez még csak ez még csak fejlesztés alatt van ez fejlesztés a. Fejlesztés alatt, mert... de bocsánat, a koncepciót nem értem tényleg, hogy ez egy óvodában talán, ahol nincs még annyi sok tapasztalat, meg egyedi gondolat működhet. De ha feltételezett, hogy felnőtt emberekkel dolgozol, ez szerintem egy ilyen tökéletes öngyilkos megoldás, mert amellett, hogy rémesen egyszerűen kijátszható, mert mindig fogsz találni másik szót, és ha elfogytak a szavak, akkor kitalálsz újakat annak a kifejezésnek a leírására, ami elvileg tilos, mert valahogy ez ugye mindig megtalálja az útját. Másrészt, mire való ez, ha nem arra, most ugye, hogy megjelent, hogy milyen szavak vannak letiltva, hogy minél erősebb negatív kampányt indíts saját magad ellen mi volt a koncepció? Attól tartok, hogy ez, ez, ez egy uh, ilyen tipikus kísérlet volt arra, hogy uh, változtassanak valamit, mert mindig kell változtatni valamit. Change is good. Mert hogy igazából nem volt ez átgondolva semmilyen szítik. És még igazán be se vezették, tehát szerintem ezzel most tesztelték a közvéleményt, hogy mi lenne, ha bevezetnének egy ilyet, ha baj van belőle, akkor baj van, ha beválik, akkor pedig uh, valakinek az egyik tiltott szó az fizetésemelés lesz kidlátásba helyezve. Én ezt semmiképpen nem így csináltam volna. De hogy csináltad volna? Kicsit olyan, mint amikor a kisgyereknek megpróbál megtiltani, hogy valamit csináljon. Mit fog csinálni? Hát valamit fog csinálni? Há de nyilván csak azt. Mindig teszteli, hogy még mindig tilos-e. Meddig szabad, meg, meg hogy benne van-e még az is, hogy. Igen, igen. És mik a határai valóságban? Meg mondjuk egy ilyen eleve rossz hírű cégnél, azt így, azt mondja, és nem mondhatod, hogy nincs esélyegyenlőség? Ez a... Nem, hát Ez főleg, főleg a... Nem így próbáltam volna ezt megoldani. Szakszervezetesedés pényében ezek nem a legjobb irányok. Egyébként, oké, okay, rájöttem, miért... Na. Hát rájöttem. Még ugye nem alakult meg a szakszervezet, még csak a szavazás volt meg róla, és még az sem teljes körülön. Azért csinálták ezt, hogy megelőzzék a szakszervezetét, Hát bocs, de ez már létezett, mielőtt megalakultatok. Következésképpen hát sajnos ezt most már nem tudjuk változtatni. Most, most miért jöttök ezzel? Nem miattatok van, értetek? Értetek. Nem miattatok értetek. jönnek, értetek? <gül> <gül> értem, én értem. Hát jó. Azért elég rendesen elrugaszkodtak a valóságtól itt az ötletgazdák szerintem. Menjünk vissza egy kicsit ehhez a modellezés dologhoz. Szerinted hogy képezték le a föld fölötti sok száz kilométeres légteret, valami ilyen borzalmasan nagy szkennerrel így letapogatták a fölöttünk lévő űrt, vagy úgy kell elképzelni, hogy volt egy ilyen... Igen, úgy hívják, hogy távcső. Egy lézercsóva, ami ahogy forgott a föld, mindig így nézett kifele, mint egy radar, és akkor egyszer csak összerakták, hogy mi van ott. Az nem működne. Vagy komolyan távcsőképekből hegesztették össze. Sok-sok fotót csináltak, és akkor ezt összerakták egy 3D modellé. Uh -huh. Ugye a geostacionárius azt nem tudja egy pontról megnézni hiszen az egy helyben egy, hát a, a föld forgásával együtt mozog. Nem, az kint az űrből lehet fölmérni, és ugye ahhoz is több nézőpont kell, azért, hogy háromdimenzióban tudjad látni. <hály> szóval van rengeteg-rengeteg fotó, és abból rakták ki, hogy hogy néz ki az űr. Mint ahogy a Marsjáról is mindig ugye készült saját magáról fotót, és akkor mindig szokott jönni ez a kérdés, hogy de hogy lehet mégis ilyen kívülről lefotózni, és ott is az a válasz szokott elhangzani, hogy hát csináltak egy csomót, és összerakták. Hát meg úgy, és hogy akkor így van az, hogy a valóságban kimarad a képről a stick a... maga. Igen, de hogy a stick ugye sose látszik a képen, és akkor ez mindig kérdés, hogy ez hogy lehet. De egyébként tudjuk, hát úgy, hogy vitt magával drónt. Most már tudjuk. Eddig titok volt, hogy a szelfiket azok a drónról készítették. Ja. A marskopter. No, mm -hmm. de igazából onnan jött a kérdés, hogy az Epicnek van egy új alkalmazása, az úgynevezett Reality Scan, ami 3D modellek készítését teszi lehetővé az okos telefonodon lényegében egy alkalmazás segítségével. Mindössze annyi feladatod van, hogy egy 20-as nagyságrendű képet készítesz valamilyen a valóságban létező 3D-s tájról, és azt az alkalmazás, meg a mögötte lévő AI és szerverhalom leképezés néhány perc alatt egy 3D-s modellként visszaadja. Mm. Jó, mi? Az ötlet jó. Az eredeti funkciója az egyébként, hogy az Epic saját játékaiban, a virtuális világban, vagy hát metaverzumban, majd később a valóságban létező tárgyakat lehessen magaddal tovább örökíteni, tehát mondjuk az íróasztalodat, meg annak a székét magaddal tud vinni a metaverzumba. Itt hagyok egy kis időt, hogy ezt átérezd, mint igény és probléma. Természetesen ez kell, igen. <laughs> Ugye? Meg az autódat? Hát amikor föltöltöd majd a tudatodat a metaverzumba, akkor otthonos legyen a környezet. ez ezért van. A annyi korlátja van jelenleg, hogy egy icipicit olyan, mintha ilyen gyurmarajzfilmekből jönnének a figurák, amiket összerak 3D-ben, tehát még az AI nem tökéletesen azt adja vissza, amit vársz tőle, de tökre mutató maga a koncepció. Mondjuk, ha már az asztalodat meg a székedet viheted magaddal, én csak jelzem, hogy én az avatarfejlesztéseket ezen a ponton függeszteném föl, mert nagyon hamarosan viheted magaddal a saját eredeti testedet is. Vá, 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 va, vá. Va. Vagy a va, fejedet, va. ha akarod. Az feltételezi, hogy azt akarod tovább vinni. Jó, de ha nem akarod, akkor pedig veszel ott egy másikat, amit szintén beszkenneltünk, és választhatsz. Jó, ja, valaki másért. aha, értem. Igen. Aki, a aki body shopping, megfelelőd. hát hallottad már ezt a kifejezést, az létezik a valóságban, és csak másra használjuk. Mert body shopping az egy picit más. Így van, nem? Aha, és egy könyvből fogod tudni választani, az lesz a Facebook. Na, hát értezte ehhez. Ezért nevezték át magukat Metára. Így van. Mert az másra lesz használva. Igen, nézegettem ezeket a modelleket, amiket föltöltöttek, mind az Epic mind pedig a The Verge oldalára, és amit észrevettem, hogy azért itt egyrészt nagyon okos a technológia, másrészt nagyon buta is. Még valahova, igen. Ugyanis jelenleg teljesen egyszerű fényképekből indul ki, tehát nem egy alkalmazás van, ami a telefon mozgását, a gyroszkópot használva pontosabb adatokat tudna adni a kiszámoláshoz, hanem csak a, csak a fényképek. Ugyanakkor, ha azt nézed, hogy például egy épület szkeneléséhez elég lesz a turistáknak az összes képét fogni, és abból csinálni egy másapot, és abból rögtön egy tökéletes modellt a emlékeim szerint Kínában van több olyan nem csak műemlék, hanem épület, sőt, komplet, talán alpesi település is, amit már lemásoltak pont ugyanígy, csak ott még sokkal nagyobb meló volt a fotókból ezt összerakni. Hát igen, mert a következő lépés az mindezt belenyomni a ház 3D nyomtatóba. Így van, amit itt tudsz magaddal vinni. Tehát, hogy ezen túl elmész a kínai piacra, ezzel a 3D alkalmazással csak körbeszkennelsz egy cipőt, és nyomtatsz magadnak ott helyben. Ha egy kicsit más oldalról, valós felhasználási lehetőségről közelítjük meg a dolgot, én azt el tudom képzelni, hogy például amikor egy épületet rekonstruálsz, akkor a korábbi fotók alapján ténylegesen meg tudod csinálni például a megfelelő stukkókat, díszítéseket, és kinyomtatni 3D-be, amivel mondjuk gyorsabban és lényegesen olcsóbban lehet megoldani, mint egy kőfaragónval a homlokzat felújítást. Számtalan olyan épület van, amelyiket nem tudnak megmenteni, mert egyszerűen nincsen szakember arra, hogy megcsinálja ezeket a speciális szakmunkákat. Uff, 3D modell, kinyomtatják, fölragasztják egy kis cementtel, aztán hip hop visszaállt a eredeti forma. De akár arra is alkalmas lehet, hogy az ételnyomtatóba a spéci 3D-s ételeket be tudsz kenelni, és otthon kinyomtasd magadnak a, az instás menüket. Ha? És akkor lesz értelme, Aha. hogy miért osztod meg a instán a menüidet. Ha? Aha. Tehát, hogy... Mind, az nem, biztos, hogy is, jó lesz. 3D-s menüt osztasz meg? Aha. Ja, hogy itt szó szerint, tehát igazad van, mert eddig ugye úgy volt, hogy leültek az emberek az asztalhoz és csináltak egy tutin beállított képet, de, hú, azt látod, mekkora challenge? Eddig egy szögből kellett jól kinéznie a kajának. Mostantól körbe kell fotózni, ugye az eleve plusz három perc, tehát garantáltan csak hidegtálat fog enni mindenki, és minden szögből jól kell kinéznie, és utána, amikor összerakod, akkor úgy töltik fel az instára. Mondjuk, ha már akkor a kamerában, de egy alkalmazást a videófelvétellel körbejárva ez sokkal, ugye akkor minden képkockát föl tudsz használni. Az, a se rossz, de azon gondolkodtam, hogy ha építenénk be további pár szenzort a telefonba, akkor mondjuk a hőmérséklet, színhőmérséklet, néhány egyéb paraméter alapján készülhetne egy ilyen gyors elemzés is, hogy a melyik étel miből van, tehát hogy akár egy ilyen előzetes AI alapú receptet is fel lehetne tölteni kis intelligenciával megspékelve, ha már az étterem azt esetleg nem adja hozzá egy QR kód formájában. Ha? Tényleg, hogyha az étteremben QR kódon ki lenne a recept, az nem lenne menő? Tehát, hogy eddig ugye úgy volt a Gundel Palacsinta, az azonnal jött, hogy ők találták föl. Na, de hogy képzeld el, hogy akkor minden étteremnek meg lenne a saját ilyen menő fogása, és azt, azt így menő lenne egyrészt lefotózni, hogy te már jártál ott. Másrészt így... is. Nem tudod ilyen... megcsinálni otthon. Nem tudod megcsinálni, pont ez a Tehát buli a úgy de mindenki azt adni. terjeszteni, hogy és annak ez a receptje, így van. De hogyha az igazit akarod, akkor muszáj elmenni. Hm? Egy ilyen marketing. Mi érdekes megközelítés, meg lehetne próbálni. És utána a 3D-s fotó még ki is adja, hogy és egyébként így néz ki a profi, és akkor mindenki megcsinálja otthon a sajátját, úgyhogy rengeteg ilyen jó kis mém videó lehetne az ilyennek indult jellet. Nem igazi recept kell, hanem ízminták, amik alapján reprodukálni tudod a 3D nyomtatóba, és akkor pont ugyanazt tudod csinálni. És ezt én nem, nem QR kóddal letölthetővé, hanem megvásárolhatóvá tenni, mert akkor a legjobb fogásokat otthon ki tudod nyomtatni, nyilván pénzért, ami megy az étteremnek. Vagy, nem is étteremnek, hanem képzeld el, amikor a jövői, jövő munkái részhez majd uh, talán emlékezni fogunk erre, étel Designer, aki megcsinálja a 3D modellt és ízmodellt lételekhez, amit otthon nyomtathatsz magadnak. Aha. Gyakorlatilag fölprogramozza az ételedet. Bele kell nyomni a nyomtatóba, és kijön belőle. Szóval itt lesznek az ilyen egység receptek. Csak így fogod, ugye eddig úgy volt, hogy volt ez a receptkönyv, felcsaptad, és akkor mindenki megcsinálta valahogy. Tulajdonképpen a kapszulás kávéval, meg üdítőkkel már elindult az a vonal, hogy így egybe van sűrítve minden. Aztán ott vannak már ezek a dobozos kaják, amiket csak így újra kell melegíteni, vagy vizet kell hozzáadni, és működik. És ugyanezt a kapszulás... jutott az eszembe. Na, tessék, látod, érzed a lényeg. pálinka, igen. Izgatottan várom, hogy, hogy ki, igen. És akkor itt vannak a gogorós srácok, ők tudod, mit gyártanak? Ők is ilyen egység dolgot, de mihez? Ö, GoPro -tagorónak? Ilyen négykezűeknek? Nem. nem. És Ö... nem, is gogó rudat, mielőtt megkérdezed. Hanem ők egység akkumulátor gyártanak a távol-keleti elektromos motorkerékpárokhoz, mert hogy ott van egy csomó olyan villanymotor, ami úgy akkumulátoros, hogy fogják, van egy ilyen nagy akkumulátor automata, úgy képzelem, mint egy ilyen postai vagy fox vagy emagos csomagboxot, aminek minden egyes rekesze helyén egy darab egységméretű akkumulátor van. Oda megy emberünk, kiveszi a robogójából, vesz ott egy másikat, kicseréli, nyilván fizet közben, bedugja az új, teljesen feltöltő taxit, és már megy is, robog tovább, ugye? Ezt a kifejezést kerestem. Aha, tehát akkor ezt igazából rosszul írták le a robogót és gogorónak. Ro 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 robogoró, igen. Robogoró, hát figyelj hát, távol-keleti, mondjuk. Ezt ismerted, vagy ez új? Hát e, itthon is van ilyen akucserés. Ja, itthon a rollereknél Mindannyi láttam roller. már egyébként. Igen, a, talán a Lime-nak meg a Tear-nek néztem, hogy talán ugyanaz most már a szerkezet. Nem, most már a Lime-nak is nagyon gyanúsan hasonlít. Azon se lepődnék meg, hogyha ugyanazt a rollert látnánk. Más a színe. Viszintes ez egy ilyen kiálló rúddal, és arra rá van erősítve valami aksi. Szóval nem lepődnék meg, hogyha gyakorlatban ezek kompatibilisek lennének egymással. De igen, azokon a rollereken is ilyen van. Ilyen cserélhető aksi. De ugye tudjuk, hogy fél évente győrekszene. Ugye fél évente? Annál jóval rövidebb, hát kb. egy ilyen szezon bírnak egy pár hónapot. Ja. Igen, tehát gyakorlatilag bármikor ki lehet cserélni a pár hónap leforgása alatt a teljes flottádat egy cserélhető aksisra. Így van. Szóval a Gogorú ilyenek egy gyert, és ami a hír volt velük kapcsolatban ezen a héten, hogy a New kerültek, amivel hát borzasztó mennyiségű, több mint 300 millió dollárnyi pénzt sikerült egy pillanat alatt bemozdani, úgyhogy most ők eddig elsősorban Tajvánban voltak aktívak, most, most hirtelen nekiállnak enneki neki állhatnak terjeszkedni, de erre kíváncsi vagyok, ez elterjedhetne felénk is. Nekem például az jutott eszembe, hogy de milyen jó lenne, hogy hogyha ezt... Igen? Itt azért egy kicsit más a megközelítés, mert gyakorlatilag a saját rolleredben cseréled így az aksit, tehát... Igen, igen, igen. Illetve vagy robogódva, tehát ez egy csereszabatos, sok két kerekűben... Mint a szifonpatron régen, így van. Úgy, úgy, úgy. Bizony. Ez egy nagyon nagy ötlet szerintem. És ugye, ahol ezt már nagyon rég keressük, mert továbbra is megoldatlan probléma, az az autóknak az akkumulátor cseréje. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy ezt kifejlesztjük-e. Mondjuk ez a kézzel elbírható, belátható méretű, ez egyelőre nem igaz az autók féltonnás akkumulátorára, de hát ha. De az azért féltonás, mert ugye ritkán tudod cserélni. Oké, hát két dolgot tudok elképzelni, hogy megcsinálni azt, hogy valamelyik autótípusba ki lehessen cserélni ilyen, ilyen egységenként a, Ebből egy 5-6 darabot beleraksz, az a a elmegy mondjuk 60 km talapból, a nagyobb akkumulátorral elmegy a maradékon, és az mondjuk tölthető konnektorról. Így van, és a tulajdonosnak rögtön megvan a napi testmozgása. Érted, most vegyék egy Itt van, itt van egy ilyen 20 kg saksi, kiemeled, megtartod, berakod. De ezzel el lehetne érni, hogy instant tudsz tovább menni. A tudató kamerát felhasználhatod arra, hogy figyeljed, hogy megfelelően tartja el a testét, amikor emelget. Tehát ilyen peloton jelleggel tudod, hogy, hogy visszaméret, hogy jó-e a gyakorlat, akkor most guggoljál vele hármat, és még a hangszóróból hallatszik az is, hogy egy és kettő és három, és megcsinálod, és jég a <laughs> Az biztos! Csak úgy serceg! Na, na, na! Jó és lesz, akkor jó nem, lesz. nem csak zöldebb vagy, de még egészségesebb is. Túin van! Te nyertél, mindent vitt! <laughs> hmm. Egyébként az a tervük, hogy a, az ezzel meghajtott villany robogók arányát, szeretnék 2030-ra 35%-ra, 2035-re 70%-ra, és 2040-re lényegében 100%-ra bővíteni. Tajvanon. Tajvanon. A, bocsánat, igen, ezt elfetettem mondani, csak a Google-ról -go állami, ki. állami iniciatíva, tehát nem a cég akarja ezt megcsinálni, hanem ezt szeretnék elérni, hogy gyakorlatilag ezek a, az akkumulátorok ne szemétdombokon kössenek ki utána. Én nagyon szívesen látnám amúgy azt, hogyha akár a magyar állam, vagy csak a főváros támogatna egy ilyen rendszerbevezetést Budapesten. Nekem nagyon régi problémám az, hogy én a zajos, pöfögő futárrobóktól, mert leginkább most már a, a, az étel, meg egyéb kis futárok használnak csak ilyet. Milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan szabályozásunk, hogy mit tudom én 125 köbcenti alatti motorokat kötelező elektromosra cserélni 5 éven belül, Viszont akkor lenne támogatás arra, hogy ez a cserélhető akkumulátoros legyen. Hm? Szerintem az teljesen élhetővé tenni a várost. Még az is lehet, hogy nagyobb lenne a robogó forgalom tőle, kevesebben ülnének például autóba. Hm? Hm? Több hely maradna nekünk. <laughs> így van. Kevesebb lenne a dugó. Nekem kell a helymer buszsal. busszal <laughs> jó, jó, de hogy már az, hogy lokálisan zéró az emisszió, az nekem úgy már elfogadhatóvá teszi a robogót feltéve, hogy utána nem kezd el újra a járdán száguldozni, mint egy időben. Nekem ez tetszik, én ezt így viszem vegyük meg. Jó, ezt meg. Így. Nem mondjuk most már ez drága, de ja, csináljuk egy sajátot. Egy pár részvényt, amikor bevezetik, azért vennék. Mondjuk olyan szempontból tetszik, hogy most kijutottak a New Yorki tőzsdére, Tájvánban egyébként hódítanak, és nincs ilyen iszonyú világ megváltó vágyuk, hogy két év múlva akkor már 80%-os piaci részesedésük lesz Észak-Amerikában, és nem tudom, egész Afrikában, hanem ilyen egész reális célkétűzéseik vannak. Ez nekem tetszik. Tehát tudják, hogy mely, körülbelül mennyit tudnak elmenni. Igen. Nem hát, úgy, hogy... mint a Microsoft. Mi? Igen, igen. Pont, pontosan ez jutott eszembe a héten, ők nagyon panaszkodtak arra, hogy hát lassul a Windows 11-nek a, a bevezetési üteme de egészen hmm. konkrétan most már így majdnem 19 százalék. De gyakorlatilag meg is állt. És szinte meg is állt, így van, az elmúlt hónapokban már csak ilyen 2-3 százalék pontot Mi nő, történhetett ugye? vajon? Én nem tudom a Microsoftnál, hogy nézték, hogy kb. mi az elérhető maximum, de ugye ők maguk tűztek ki elég durva hardware korlátokat a Windows 11 telepítésének a feltételeként. Amellett, hogy a Windows 10 remekül működik. Mi? Szerintem egész egyszerűen így elértük azt a maximumot, amit 2022 elején felhasználó számban el lehet. gyakorlatilag nincsen több, ami tudja futatni. Az új PC eladások azok stagnálnak, hiszen csíphiány van és borzasztó drágák. Igazából nincsen az embereknek nagy szüksége arra, hogy gépet cseréljen, hiszen vagy úgy se kerül bele olyan videokártya, ami értelmezhető, vagy jó az előző is, hogy elfuttassa a cuccait. Tehát ez egy tervezhető stagnáció volt, de nem értem a meglepődésüket. Engem meglep, hogy meglepődtek. Pedig egyébként tök jó új feature-ökkel jöttek, láttad? Kicsit fönnakadt a szemem tőle, ja. É, igen, igen. Tehát például a legújabb AI fejlesztések megtalálták az utat a Teams-be, méghozzá a szem fókusz fenntartó. Ez az arra való, hogy amikor elaludnál, akkor csinál neked automatikusan egy szemet? Vagy rajzolja? Még eddig nem. Alapvetően azt az találták ki, hogy mint hogy miközben használod a számítógépedet, és például olvasgatsz valamit egy megbeszélés közben, nem tartod fenn a szemkontaktust a kameráddal. És mivel nem tartod fenn a szemkontaktust a kameráddal, ami valószínűleg nem az képernyőt közepén van, ezért a másik oldalt lavarhatja az, hogy nem ránézel. Pedig így is lehet nézni kicsit felfelé a kamera. Így. Mhm. Uh -huh. Na, és ezt fogják AI-jal korrigálni, hozzá úgy. Mindegy, merre nézzel, ő úgy fog csinálni, mintha te a kamerába néznél. Így van. Aha. Az nem lesz zavaró? Ilyen mered szemmel? Hát nem meret, mert ugye imitálni fogja azt, amikor pislogsz. De mégiscsak így, bármerre áll az arcod, te mindig belenézel a kamerába, az azért elég fura. Rettentően zavaró, amit csinált. Az ötlet jó. Az ötlet jó, de ez feltételezi azt is, hogy az a kis képernyő, amin Téged néznek, az pont szembe van az emberrel. Hó, ugye? Azt mondod, hogy össze kéne kötni a nézőnek a kamerájával a, a nézett kameráját, és a szemmozgásodat, nem is a kamerát igazából, és a szemmozgásodat, illetve a tekintetedet azt szerint kéne beállítani, hogy a figyelő kamerája alapján a figyelő hova néz, és akkor tudnád te a saját szemeddel követni egy éjjel segítségével, hogyha a téged néző ember mozog? Így van. Ó, mekkora ötlet! Tehát te nézel bármerre, és egy AI megoldja, hogy a téged figyelő embert mindig figyelje a te szemed. Igen. Zsír! Az, az creepy. Na, az jelentem, az mindent üt. És tudod, hogy így odébb mész a kamerától egy kicsit, és így követ, így ez mozog, és kivéz a képernyőből. Jajajaj. Szerintem sikerült úgy továbbfejleszteni, hogy ők se akarnak. Na, mert most még csak egy kicsit ilyen... Igen, most csak simán úgy néz ki, mint Nem, nem amit csinál. De az viszont nettó fájdalmas lenne. Az horrorisztikus. Jelenleg senkinek nem javasoljuk ennek a feature a használatát, mert borzasztóan néz ki. A későbbiekben azért nem, mert elborzasztó lesz, ha jól működik. És azt nem lehetne, hogy ha már így fejlesztjük, akkor ha valamilyen mimikát kifejez az arcod, csak annak érdekében, hogy az egyértelmű legyen mindenki számára, ha már egyszer úgyis ilyen meret tekintettel bámulsz a világba, Aha. hogyha mosolyogsz, akkor egy bazinagy smiley jelenjen meg helyet, tehát hiszen eleve is itt vannak az ilyen animált avatárok. Tehát egy kicsit továbbfejleszteni, és azoknak, akiknek egyébként a vizuális jeleknek a felfogásával problémájuk van, azoknak így egyértelműsíteni, hogy mire gondol a költő. Összevonja a szemöldökét, meg. Ha? Igen, igen, ezek az emojik azok, ezek ezek nagyon menők tudnak lenni. Egyértelműen. Tudod, hogy mire gondol, tudod, hogy mit akar. Uh -huh. Mire gondolod, hogy azt még fel lehetne használni? Mondjuk egy ilyen egyszerűsödött világban mi lenne, hogyha ha ezek az emojik megjelennének a Word-ben, mondjuk a word ben már benne vannak, de egy Google Docs-ban is vannak. Lehet mondjuk ezzel kommentelni? Ne kell már ilyen hosszú mondatokat írni, hogy ez tetszik, ez hülyeség, ez izé, ez át, ez véleményes. Ez mekkora maraság? Csak van ezekre valami reakció, amit így lehetne adni. Alapvetően eddig is lehetett kommenteket hozzáfűzni a dokumentumokhoz, a közösen használt és kezelt dokumentumokhoz, de a Google most egy olyan feature-t hozott be, hogy nem csak komment hanem emoji -sávot is raknak a dokumentum mellé, ahol konkrétan a tetszésedet, nem tetszésedet kis képek formájában tudod kifejezni, anélkül, hogy kockásra gépeljed az újaidat, Vagy kénytelen legyél komment mezőbe az emoji inputtal macerálni. De erre, erről beszéltünk, hogy erre kéne egy emoji billentyűzet is, nem? Pont erre. Így van. Most így megoldották. Egy egyszerűsített emoji billentyűzet. Uh -huh. Pipa! És tudod, hogy mi lenne a jó? Hogy ez lassan világszinten egyező karakterkészletekhez vezetne, tehát olyan lenne, mint a hieroglifák, csak a 21. században elérnénk, hogy 8, hát illetve addigra 9 milliárd ember azonos karakterkészlettel tudjon kommunikálni. Igaz, jelenleg még csak érzelmeket kifejezve de hamarosan be lehet majd vezetni rajta a házi állatokat és az egyéb haszontalan jószágokat. Ezzel egy gond van, hogy nem teljesen univerzális. Tehát kialakulnának majd emoji dialektusok. Oh. Tehát nem ugyanazt jelenti egy, egy arckifejezés, vagy, vagy egy kézmozdulat mindenhol. Például a, a nyelvű emoji az sok esetben a, a röhögést jelenti, de hogyha megnézed, azt lehet máshogy is értelmezni. Hm. Például fagyira várod. Az baj. Ha facepalm, amikor az arcod elé raksz egy, rakod a kezedet, kifejezést, is lehet úgy értelmezni, hogy lecsaptam egy szúnyogot. van, itt valami, van itt valami jelölés arra, hogy milyen a cella? Mi cella? Még hát gondolkodtam, hogy nemzetközi az zárt osztályt, hogy kell majd leírni. Kulcs, terem, vagy ilyen függőleges, fekete vonalak, fehér alapon, de nem, mert az bárkód egy zár, egy a tosz. Tosz, meg egy... Tudtam, <laughs> meg egy táj. <laughs> meg egy tájkép. <laughs> a, a tosznak az még kíváncsi lennék. <laughs> Azt hiszem, talán arra szokták a padlizsánt használni. Tehát kulcs, padlizsán és táj. Aból, abból, egyébként ezt a pálmafás tengerpartot választanám, akkor jó. Akkor ezen túl ez lesz. Hát vagy az, vagy az, vagy egy padtáj. <laughs> Nem vonuljunk vissza. <laughs> Oké, okay. vissza a kuckóinkba. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ismét velünk voltatok. A jövő héten újra jelentkezünk. Addig hallgassatok minket, lájkoljatok, like serreljetek, csatlakozzatok hozzánk Discordon, kövessetek Telegramon, LinkedIn-en, Spotify-on, ahol szeretnétek. Sziasztok! lássuk be, hogy nem szokott szembe jönni itt zuglóban az utcán. Mondjuk, ha belemegy a szemedbe, akkor mindegy. Ugye olyan, mint a villamos. Aha. Csak nem sárga. A Ja, de sárga is. Jó, ezt tesz most így szerintem. Keressünk egy másik hír. Jó, Oké. Okay. Elégedetlenek azokkal a spártai körülményekkel, amik között dolgozniuk kell, ugye Sokszor emlegettük már, hogy a munkaidő annyira szerves része a pisi szünet, hogy konkrétan logolni kell, és nagyon korlátozott ideig tart még az is. És hát időről időre felmerül bennük az... Ha logol, akkor az már nem pisi. Nem, logol, loggol. Tudod, log. Jaj, jaj. Mint, mint uh, Adel, mindegy, um, jó, jó. Mint törzs. Értem. A belfektetés. Na mindegy, na. Jaj, jaj, És azt találták ki... Nem, tehát... Egy picit okay, összezavartál fogalmazunk picit. Picit. Hát, ha már ilyen jól laktunk, akkor utána jó lenne egy kis mozgás is. Jó lesne? Jó lesne. Ki kéne autózni az -e természetbe, de csak szépen zölden, mondjuk egy elektromos járművel. A szép átkötés volt. Hát, volt rá idő, hogy kitalálja. Nem, szerintem csináljuk valami másképp. Oké. Okay. minket. Nem, ne, ne osszatok minket, serejetek mi oszthatatlanok vagyunk. Nem, az se jó. Igen, jó. Osztály. Osztály. Jó.